Guy Ritchie azon kevés rendezők egyike, akiknek megvan az egyedi és egyből felismerhető stílusa. Ez még úgy is helytálló, hogy az első két filmje színvonalát azóta sem tudta megközelíteni, helyette a popcorn mozik világában gyártja a nem túl kiemelkedő, de abszolút korrekt műveit. Az Uncle embere tökéletesen beleillik ebbe a tendenciába, ami egyszerre jó és rossz hír. A hidegháború idején járunk, és a világ két nagyhatalma kénytelen összefogni egy nemesebb cél érdekében. A CIA és a KGB két legjobb embere, Solo és Ilya, nem éppen szívleli egymást, de főnökeik utasítására összefognak, hogy megtaláljanak egy tudóst, aki képes atombombát gyártani. A dolgot bonyolítja, hogy a férfi egykori nácik rabságában tengődik, valamint a két ügynöknek a tudós lányát is magukkal kell vinni a bevetésre. Ritchie már említett stílusa rögtön visszaköszön az első képkockákról, hangulatteremtésben kiváló a brit úriember, a kopottas vintage képi világ, a remek zeneválasztás és az elképesztően az atmoszféra egyszer idézik a Blöfföt vagy éppen a Spielert. Ezt nevezhetjük önmásolásnak is, de Ritchie-nek jól áll ez a fajta repetitívség, másrésztről pedig miért változtatna a bevált recepte, ha most is működik? A sztori nem túl egyedi, mondhatni, egy tipikus buddy movie-t látunk, amiben két szemben álló fél összefog, a végére pedig természetesen összebarátkoznak. A rendező nem töri meg a sémát, s noha vannak azért fordulatok, nem a komplexitása vagy az autentikussága miatt fogjuk szeretni a művet. A cselekmény halad a maga tempójában, unatkozni nem fogunk, már csak a műfajok keveredése miatt sem. Az akciók látványosak, a bunyók jók, a poénok ütnek, de leginkább a retro életérzés viszi magával a filmet. A járművekkel, a kosztümökkel, és természetesen a kelet-nyugat harccal. Ez utóbbitól tartottam, hogy Ritchie szembetűnően rámegy arra, hogy a nyugat mennyivel jobb, mint a szaros kelet, de szerencsére nem követett el ekkora amatőr szarvas hibát. Ez a fajta kiegyensúlyozottság pedig pont annyit dob az összképen, hogy ne legyen szívünk szétszedni a filmet, hiába vannak hibái. Az Uncle ugyanis sok helyen lukas, illogikus és összeszedetlen, de a tökéletesen szórakoztató kivitelezés viszont ügyesen kompenzálja a bakikat. A zárás megágy az egy esetleges folytatásnak, de a film óriási anyagi bukta volt Amerikában, így valószínű, hogy a két ügynök nem fog visszatérni a vásznakra. Ez pedig akár Ritchie-nek is lehet intőjel, aki bár szépen halad azon az ösvényen, amit kitaposott a Spielerrel és a Sherlock Holmes mozikkal, mégis tudjuk, hogy sokkal több lehetőség van abban az emberben, aki már letett az asztalra egy blöfföt. Nyárzáró kikapcsolódásnak tökéletes és két óra szinte garantált szórakozásban lesz része annak, aki beül a filmre. A korrektoribizésen kívül viszont Ritchie ismét megmutathatná, hogy mitől vált instant kult filmé az első két műve. Ettől függetlenül töretlenül bízom benne, csak jó lenne, hogyha már visszatérne a régi önmagához egy kicsit. Én ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!